Hát sziasztok, üdvözlök mindenkit! Megint foci téma, mert lassan jönnek majd a Nemzetek Ligája mérkőzések, Észtország elleni és... most vagy Finnország, vagy Görögország, de szerintem inkább Görögországba megyünk, és a végén lesznek majd a finnek ellen zárunk, talán nem emlékszem pontosan, de nem is ez a lényeg egyébként. Új kerettagok vannak, és a legnagyobb név az új kerettagok között nem más, mint Vili Orbán, akiről egyébként már nagyon régóta pedzegették. Több szövetségkapitány is megkereste őt annó, meg az MLS-től is ugye megkeresték őt régebben, hogy hát ha lenne kedve, akkor csatlakozhatna ez a díszes társasághoz, amit ugye magyar válogatottnak hívunk, és képviselheti azt a nemzetet, ahonnan, ha jól tudom, édesapja származik, mert Fater magyar, Mutter lengyel, és ő ugye már Németországban született, tehát akár német válogatott is lehetne, ahogyan volt is korosztályos válogatott egyébként, és jelenleg a Red Bull Leipzignak, tehát a lipcsei vörös bikáknak, ugye magyarosan fogalmazzak, a csapatkapitánya. És ebben az az érdekes egyébként, hogy ugye jelenleg a csapatkapitányunk Dzsudzsák Balázs, aki megint csak nem kapott meghívót a válogatottba. És persze nyilván túlzás lenne rögtön csapatkapitányként bedobni Vili Orbánt, hiszen nem ismeri a csapattársait, az meg ugye egy abszolút egy bizalmi poszt, ahhoz olyan ember kell, aki hát egyrészt a vezetői képességei megvannak, ami valószínűleg neki megvan, hiszen mondom csapatkapitány a klubjában, de ugye a csapattársait meg nem ismeri abszolút. Tehát szerintem a többsége nem is találkozott, tehát Gulácsi ez mondjuk nem lesz neki egy ismeretlen arc, meg még azért lehet, hogy néhányat, mondjuk egy Szalai, ugye, aki a Hoffenheimben játszik. Nem tudom neki amúgy alapvetően a magyar válogatott kerettagjával milyen viszonya van, feltételezem, hogy még annyira nem. De mindegy, szóval üdv a fedélzeten Vili Orbán, üdv a csapatban, és én nagyon remélem egyébként, hogy sikereket fog elérni. Ugye 25 éves srácról beszélünk, egy viszonylag fiatal gyerekről, és a Kaiserslautern-ben kezdte, és 2015-ben onnan igazolt a lipcseiekhez, még akkor a másodosztályú Lipcsébe, és ugye azért elég sokat elmond róla, hogyha már ott bizalmat szavaztak, tehát ott meg tudott ragadni, és még így kitart a csapat mellett, hát nyilván csapatkapitány lesz, tehát már ott ő megküzdött ezért a pozícióért. Hát most az a lényeg, hogy a válogatottban is megküzdjön ezért a helyért. Én biztos vagyok benne, hogy ha nem is kezdőként számítanak rá az első meccsen, de biztos, hogy pályára fog lépni, és onnantól kezdve egyébként teljesen eldőlt a sorsa, onnantól kezdve már nem lehet, mert mondjuk így, hogy már behívót kapott, azt hiszem talán már így sem lehet más felnőtt válogatottnak a tagja. Azt, ami külön engedéllyel lehet, tehát ugye volt olyan, hogy valaki volt szerb montenegrói válogatott, és amikor ugye ketté vált az ország, és külön lett Montenegrónak, és lett egy külön futballszövetsége, akkor engedélyezve lett az, hogy játékosok Montenegrót képviseljék, akik ott születtek, oda húznak inkább. Úgyhogy Vili Orbán esetében, hogy miért ezt a döntést hozta, hogy magyar válogatott, mert mondom, lehetne német válogatott, lengyel válogatott, magyar válogatott. Feltételezem, hogy a német válogatottba azért nem kerülhetett be, mert ott azért lehet, hogy más kategóriájú játékosok vannak. A lengyel válogatottban nem tudom, én annak nagyon örülök egyébként, hogy a magyarokat választotta. Lehet, hogy 25 évesen úgy gondolta, hogy most már tényleg szeretné magát nemzetközi színekben is valahol kipróbálni. Lehetősége meg volt rá, úgyhogy élt is vele. Itt meg ugye szívesen fogadjuk, hiszen ugyan annó például Viniciuszt ugye honosítva lett, Leandro honosítva lett, ki lett még amúgy még így honosítva? Hát Kenneth Otikban nem, mert ő hiába beszél tökéletesen magyarul, és a Fradiban játszik, ő már volt tagja a nigériai válogatottnak. Komán Vladimir például, tessék, ő is lehetett volna annó ukrán, Priskin Tamás, ő például lehetett volna szlovák. Tehát ezek a játékosok, ezek mind a magyar válogatott választották, hogy azért, mert abban a másik csapatban nem fértek volna be, vagy itt inkább érzelmi okokból idehúzott a szívük, ezt nem lehet tudni. De mindegy, most Orbánra visszatérve nagyon, nagyon örülünk. Neki nem összetévesztendő a miniszterelnökünkkel, közük nincsen egymáshoz. Én ezért is fogok inkább Vili Orbánként hivatkozni erre a videóimban ezentúl, mert hogyha csak annyit mondok, hogy Orbán a pályára lépett, akkor lehet azt gondolják majd, de mondjuk nem hiszem,
Gáspár lépett pályára, ugye, aki a miniszterelnöknek a fia. Szóval Pili Orbánról még azt kell tudni, hogy a piaci értéke a Transfermarkt szerint 15 millió euró. Igen, 15 millió eurót olvastam. Ami azt eredményezi, hogy a válogatott legértékesebb játékos. Játékos eddig ugye Dzsuzsák volt, ugye most ő nincs is behívva, az ő piaci értéke olyan 4 millió euró környékén van, vagy valahogy így, azt hiszem talán ő volt a legértékesebb. Ja, vagy Kulácsi. Hát akár lehet, hogy Kulácsi. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy most már Vili Orbán az, aki a legértékesebb. Én nagyon remélem, hogy ebben a Marco Rossi féle csapadon meg tud maradni. Itt lehetősége lesz, hiszen én azt veszem észre, és azt ugye az előző focis témájú videóban is kifejtettem, hogy most megint elindult egy kicsit talán felfelé. Görögök elleni győzelem ez talán egy kicsit visszabillentett minket a normális kerékvágásba, és lehet, hogy akkor most majd az észteket például simán megverjük. Én nagyon remélem. Tehát ott tényleg azt mondom, a papírforma az lenne, hogy egy olyan 2-0-ra nyerünk. Mondjuk egy, nem is tudom, talán egy Glenn Heisler, meg egy Billy Orbán góllal, tessék. Úgyhogy, ja, sok sikert kívánok neki, és ez ugye napokban derült ki, hogy ez így lesz, és én nekem nagyon-nagyon felcsillant a szemem, mert én azt gondolom, hogy Vinicius egy rossz játékos, ugye ő is honosítva lett. Én azt gondolom, hogy Leandro is egyébként szívét, lelkét beletette anno ebbe a csapatba, úgyhogy, és még ugye lehetne sorolni itt a neveket, akik honosítva lettek azért, hát nem annyi Nikolicsnak sincsen nektem magyar neve, de jaj, van itt meg leesik a kamera, na bassza meg. Jó, akkor ez egy jel volt arra, hogy most már fejezzem be a pofázást. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. De egyébként láthatok kell, így megfogtam. Esetlen, megfogtam reflexből. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!